Kovácsi Ádám a Jobbik képviseletében, a Jobbik szóvivője a vendégem. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Elmarad egy ünnepség, Gulyás Mártonék lefújták a baloldali ünnepséget, végül is az időjárásra tekintettel, de sokan azt mondják, hogy nem ezért, hanem azért, mert nem jött össze az összefogás. Ugyanakkor Gulyás Márton is elmondta, hogy nem akarja veszélyeztetni a saját ünneplőiket vagy szimpatizánsaikat. Önök megtartják-e a fáklyás felvonulásukat? Ugye 3:30 még messze van, amikor a mi rendezvényünk kezdődik a Corvin közben. Jelenállás szerint megtartjuk, tehát attól, hogy esik az eső, nem fogjuk lemondani. Történt már ilyen néhány éve, hogy nagyon komoly riasztások voltak kiadva, és ha jól emlékszem, ugyanígy október 23-án, akkor annyi volt a különbség, hogy nagy szélvihar, szerintem az veszélyesebb volt. Akkor is az utolsó pillanatig vártunk azzal, hogy lefújjuk vagy megtartsuk, hiszen valóban az egy nagyon fontos és becsülendő dolog, hogyha mindenki a résztvevők testi épségét tartja szem előtt, mi is ezt fogjuk szem előtt tartani. Ez hogy néz ki egyébként, hogy nézik az okostelefonon a térképeket, vagy pedig betelefonálnak a katasztrófa védelemhez, kapnak állami segítséget ilyenkor? Természetesen megvannak azok a csatornák, amik ahová lehet fordulni ilyen esetben, és hát nézzük természetesen a meteorológiát. Ha csak eső van, legyen az bármekkora, akkor szerintem a Jobbik rendezvénye le fog menni. Nyilván a fáklyás felvonulás része az már technikai, tehát hogy esernyő alatt van-e értelme a fáklyának, az már egy másik történet, de maga a rendezvény az, hogyha nem lesz extrém időjárási körülmény az esőn túl, akkor én egészen biztos vagyok benne, hogy megtartjuk. Nyilván nem akarom azt, hogy spoilerezze a saját ünnepségüket, mégis, hogyha van egy elnöki beszéd, tehát hogy ne áruljon el nagy részleteket, de egy kicsit azért áruljon el, akkor az elnöki beszéd elsősorban ilyenkor az október 23-ai forradalmi szabadságharc megemlékezéséről, emlékéről szól, vagy pedig jelentősen átitatott aktuálpolitikai beszédet hallgatunk majd a pártelnöktől? Én azt gondolom is, de az emberek ezt is várják el, szerintem pártállástól függetlenül minden politikai erőtől. Az ilyen rendezvényeken, ezen persze lehet vitatkozni, hogy ez mennyire helyes, vagy mennyire helytelen, de hogyha az elmúlt évek, sőt nyugodtan mondhatom, hogyha az elmúlt 27 év nemzeti ünnepeiből indulunk ki, és az ott elhangzott, főleg pártelnöki vagy miniszterelnök jelölti beszédeiből. Magyar ünnepekről beszélünk. Akkor azt gondolom, hogy ez már egy tradíció, hogy egyfajta politikai párhuzamot állítson föl, és egyfajta irányt a jövőre vonatkozólag. Én azt gondolom, hogy a Vona Gábor beszéde is nagyjából a megemlékezés, a párhuzam és a jövőkép hármas egységéből fog felállni. Hogyha az aktuál politikát nézzük, akkor mi az, ami most a Jobbik számára október 23-án kiemelendő? Tehát egyfajta tiltakozás a jelenlegi kormány ellen, Orbán Viktor személyes megemlítése ebben a dologban a következő évi választás, tehát mi az, ami a fő hangsúly önöknél? Hát a párhuzam az nem elhanyagolható. Én magam is tegnap a egyik füzesabonyi megemlékezésen úgy fogalmaztam, hogy ha van helyes aktualitás a 61 évvel ezelőtti események, vagy közéleti állapot és a jelen, vagy napjaink közéleti állapota között, akkor talán a fullasztó közéletet, a félelmet, az elnyomást, a kiszolgáltatottságot lehet kiemelni. Tehát ilyen értelemben mindenképpen, ha egy nagy általánosságot kell megfogalmazni, akkor én azt gondolom, hogy a fullasztó közélet az, értsen bele bárki bármit, lehet ez egzisztenciális kiszolgáltatottság, politikai, társadalmi elnyomatottság, csak hát most ez nem fegyverekkel és fekete autók segítségével zajlik, hanem sokkal kifinomultabb eszközökkel. Sajnos soha nem gondoltuk volna szerintem, hogy 61 évvel a 56-os események után lehet egyáltalán bármiféle párhuzamot felállítani, de sajnos lehet. Párhuzam felállításról beszélt, ugyanakkor, hogyha most párhuzamot próbálok találni az ön szavai és az aktuál politika között, zajlik például egy szópárbaj az ÁSZ és önök között. Vizsgálják az önök gazdálkodását, és azt találta volt mondani az egyik képviselőjük, hogy hamis adatok mentek be az ÁSZ részéről az ügyészségnek. Hogyha abból indulunk ki, ami a kormánypárti sajtóban megjelent, hogy az ügyészség milyen szabálytalanságokat talált, akkor azt találjuk mondani, hogy igen, ezek nem igazak. Hogyha azt veszem, amiket mi lenyilatkoztunk, hogy hogyan próbáltunk együttműködni, és miért nem sikerült az együttműködés az állami számvevőszékkel, akkor azt tudom mondani, hogy az ügyészség előtt mi mindent dokumentummal tudunk bizonyítani. Mi megpróbáltunk, volt egyezkedés, amennyire csak lehetett, és nem mi hibáztunk akkor, amikor nem sikerült átadni a kért adatokat a számvevőszék felé. Oké, meg tudna nekem konkrétumokat mondani? Itt ugye dátumokról van szó, számokról van szó. Mi az, amit az önök véleménye szerint az ÁSZ tévesen vagy hamisan küldött tovább?
Hát alapvetően az egyezkedés, tehát a dátumok, hogy mettől meddig. Ugye ott van egy ötnapos törvényi határidő, nagyon sok dátum elhangzott, de több mindenről volt az egyezkedés. Azzal mi teljesen tisztában voltunk, hogy a 2016-os év elszámolásával kapcsolatban minden adatot rendelkezésre kell állítani az állami számvevőszék részére. Amit viszont elhallgatnak sokan, az az, hogy az állami számvevőszék az utolsó pillanatban az idei, tehát a tárgyévre vonatkozó első féléves adatokat kérte. Ez ugye a törvényekben sehol nem szerepel, persze kérheti, ez nem törvénytelen, csak ugye mi nem arra készültünk, hanem mint minden párt az előző évi elszámolásával kapcsolatban. Ezt ugye elhallgatják, és erre adott nekünk a számvevőszék egy késő délutáni e-mailtől számítva másnap reggelig egy határidőt, ami önmagában fizikai képtelenség, ráadásul azt meg kell említenem, hogy kíváncsi lennék arra, hogy az állami számvevőszék a többi párt esetében vajon a pártelnöknek küldje. Tehát, hogyha a Fideszt vizsgálja, akkor vajon Orbán Viktornak küld egy e-mailt, ugyanis esetünkben az történt, hogy nem a gazdasági igazgató keresték meg, hanem Vona Gábort. Na most ez önmagában hát, Vona Gábor felelős az egész. Igen, csak az állami számvevőszékkel most már hosszú éve együttműködünk, úgymond az elszámolások tekintetében, és ők pontosan tudják, hogy kit kell ez ügyben keresni, de nem őt keresték. De politikai nyomásgyakorlást érzek ki a szavaiból? Tehát úgy érzi, hogy ez egy politikai lépés egy független szervezet részéről? Én azt gondolom pontosan, hogy az Orbán kormánynak sikerült odáig süllyedni, hogy hatóságokat, úgymond független intézményeket politikai parancsokkal irányít vagy mozgat, és úgy csinál, mintha ők a fizetett aktivistái lennének. Ezt tartom szomorúan. Vona Gábor beszél többek között az LMP-ről és a Momentumról, és sokaknak feltűnt az, hogy egy liberális klubnak az értékelőjében vagy fórumán pozitív hangot ütött meg ezekkel a, mondjuk úgy, hogy új pártokkal, vagy új baloldali pártokkal kapcsolatban. Ez egyfajta együttműködést mutat, vagy együttműködési hajlandóságot az önök részéről? Ügyek mentén mindenképpen, tehát az elmúlt, nem tudom, 7-8 éves történelmünk folyamán azt gondolom mindenki láthatta, hogy ha van egy jó ügy, egy jó cél, vagy egy valamilyen orvosság egy aktuális problémára, akkor soha nem néztük, hogy kitől indul az az ötlet, vagy az a javaslat, hanem mindig azt néztük, hogy az jó-e az országnak, és természetesen együttműködtünk. Ami a Momentumot illeti, hát nyilvánvaló, hogyha van egy új politikai formáció, akkor azt nyilván azzal az őszinte és alapvetően pozitív kíváncsisággal vizsgáljuk, rokon vagy szemléljük. Szemmel, ahogy ezt kiemelték. Így van. Hát nézzük meg, hogy hova jutnak. Én mindenkinek kívánom, hogy vállaljon aktívan akár politikai, akár közéleti szerepet, hiszen ezzel az országgal azt, amit most csinálnak, csak addig lehet megtenni, amíg nagyon sok a közömbös ember. És hogyha vannak új politikai formációk, az azt jelenti, hogy ők nem közömbösek az ország sorsa iránt, a közélet állapota iránt, tehát várjuk meg, hogy mi lesz belőlük. Ha lépünk egy nagyot, és túlépünk azon, hogy ügyek mentén esetleg együtt tudnak működni, vagy valamit akár koordinálni is az önök munkájában, akkor ha ezen túllépünk, akkor elképzelhető az, hogy egyfajta nem is az, hogy pártszövetség, hanem a pártok tudnak egymással globálisan is közeledni az önök véleménye szerint, az önök akarata szerint? Lehet akár például választási együttműködés? Hát a választási együttműködés szerintem kizárhatjuk. Tehát én azt gondolom, hogy annyian annyifélét fogalmaztak már meg, és jót, rosszat, esetünkben csak rosszat aggattak már ránk, hogy nem is értem, hogy minket, én értem az ön kérdését természetesen, de nem minket érint elsősorban ez a kérdés. Mi soha nem kerestük senkinek a kegyét, mi azt néztük, hogy mi a legjobb program, és hogyan tudjuk az ország problémáira a legjobb válaszokat megadni. Járjuk a saját utunkat. A többi párt, meg főleg ugye a baloldali ellenzéki pártokra gondolva, látva azt a nem tudom, kaotikus atomizáltságot és a egymásnak napi 24 órában 10-szer ellentmondó nyilatkozatokat. Nem hiszem, hogy nekünk bármilyen dolgunk lenne velük. Menjen le a választás, utána nyilván az egy másik helyzet, hogy hogyan alakul majd az új parlament, ki lesz kormányon, ki lesz ellenzékben. Beszélgetésünk véget ért egyet, hadd kérdezzek meg öntől. Nem olyan régen a híradóban bemutattunk egy olyan eseményt, ahol öt amerikai elnök egymás mellett áll. Republikánusok, demokraták egyébként nem nagyon szoktak bizonyos dolgokban beszélni, de akkor ott az öt elnök együtt
Jimmy Cartertől Obamáig, és a hurikán áldozatain próbáltak megsegíteni egy alapítvány segítségével. Mikor jöhet el Magyarországon ön szerint az az idő, amikor egyfajta nemzeti minimumot is saját magában foglalva október 23-án kormány, ellenzék egymás mellett áll a színpadon, és ott az ország népe és mindenki együtt ünnepeli a most 61 évvel ezelőtt történt események hőseit? Hogyha túllépünk az egyéni sérelmeken. Én azt gondolom, hogy amikor évekkel ezelőtt Vona Gábor meghirdette például azt a politikát, hogy az árokásás és ezek a 20. századi megosztottságok helyett az árkok betemetését és a hidak építését kell előtérbe helyezni. Önök is ástak árkokat? Tisztában vagyunk vele, de azzal is tisztában vagyunk, hogy legalább felismertük saját hibánkat, vagy nem szerencsés döntéseinket, és próbálunk abból tanulni. És én azt gondolom, hogy ha valaki nézi a Jobbik politikáját, akkor most látja ezeket a törekvéseket, amelyek tényleg őszinték, ezért teszünk. Nagyon nehezen látom én a mai, mondjuk úgy, hogy a 20. század pártjait, ami elsősorban ugye az MSZP-t és a Fideszt értjük alatta, és különböző csatolmányait, nem látjuk a szándékot ott, hogy egy ilyen önáltal vázolt vízió létrejöjjön akár holnap. Ha rajtam múlna, ez már ma megtörténne, de ehhez túl kell tudni lépni az egyéni sérelmeken. Mi ezt próbáljuk minden nap, másokban ezt nem látom, ezt Mirkuszki a szándékot. Ádám, szép ünnepet kívánok! Köszönöm, viszont kívánom!